Sziasztok! Ott van a bogyóka. Megyek a Rossmannba, meg gyógyszertárba, és gondoltam, vlogolok nektek egyet. Hát ez most egy ilyen lesz, mert hogy végig félbe lesz vágva az arcom, tök mindegy, hallgassátok a hangomat. Na szóval, pihenőnapos vagyok, és a tusolót akarom szépen átsikamikálni, úgyhogy be kell mennem Rossmannban, mert a vízkőoldónak még a fele megvan, amit a múltkor vettem, de mivel most átsikamikálni akarom, nem csak átszaladni rajta, ezért azt fogom csinálni, hogy szivacsal szépen átmegyek az egészen, úgyhogy kis mosogató szivacsal így, tudjátok, sikamika. Reggel sminkeltem, felvettem egy smink videót nektek, nagyon jól esett. Melóba még mindig nem tudok úgy elkészülni, ahogy szeretnék, hogy full sminkbe elmenni. Egyrészt, mert leizzadnám magamról a szószoros értelmébe, másrészt meg nincs annyi időm, meg energiám, úgyhogy itthon nagyon imádom kisminkelni magam. Plusz van egy bevásárló listám, amit, hát nem nagy lista, mert öblítő kell, meg a vízkőoldó, ami kell is. A többi dolgot csak meg akarom nézni a Rossmannba, hogy van-e itt nálunk, mert hát mondjuk úgy, hogy nekünk pindurka Rossmannunk van, és nem mindig kapok. A DM meg csak Salgót Harjánban van, oda meg olyan nehezen jutok el, én nem tudom, de nem az, hogy most sok pénzt akarnék költeni, de így megnézni dolgokat, amit így mondanak, hogy így tök jó, meg működik, meg értitek, szóval hogy szétnézni. Én már nem tudom, mióta készülök szétnézni, de általában az a vége, hogy megrendelem neten. Most cső. Nem nagyon megy nekem ez a nézzünk szét dolog. Főznöm is kellene valamit, de még nem találtam ki, hogy mit. Most még kelkáposzta főzelékünk van. Én nagyon ennék már egy lebecslevest, nem tudom, hogy az valakinek rémlik-e, vagy tarhonyaleves, tudjátok, menzakaja. Arra gondoltam, hogy azt már nagyon régen csináltam, meg nagyon régen ettem, és nagyon szívesen megenném, úgyhogy lehet, hogy azt fogok csinálni. Ami nem egy nagy kaja, szóval, de mondjuk van túrós lepény mellé, úgyhogy az úgy talán jó lehet. Van ez a krumpli, amit most vettünk a Lidl-be, és ez az Istennek nem akar megfőni kategória. Úgyhogy, ja, lehet, hogy viszont lebecslevesnek meg tök jó lesz, mert nem fő szét. Erre gondoltam, hogy így kaja is legyen, meg ez is legyen, az is legyen. Egyébként jó kis fagyos éjszakánk volt. Jó hideg. Én szeretem, mikor így fagy, mert pucolódik ki a sok baktérium, meg a vírus, meg az ilyen szarok. Így. Na, haladjál. Úgyhogy... ja. Mit akartam még mondani? Nagyon semmi. Valamit akartam mondani, majd még eszembe jut menet közben. Felvettem mostanság egy takarítós videót, egy süssünk valamit videót, meg felvettem egy ma reggeli készülődést, meg szeretnék felvenni szerintem holnap reggel egy ilyen monológot, egy ilyen, tudjátok, csak leülök reggel, és ami úgy eszembe jut, azt így elmondom nektek. Olyan videót is szeretnék. Megfordult a fejembe az utóbbi időbe, hogy heti egy videó, mert hogy nem volt indítatásom csinálni a videókat, és megfordult a fejembe, hogy ha nem fog menni, akkor egy videó, de valahogy mindig összejön a heti két videó, és ennek nagyon örülök, mert néha úgy egyrészt elmegy a kedvem, másrészt meg nincs ihletem mindig videókat csinálni, és mink videót lenne kedvem, de abból meg túl sokat nem akarok, mert nem biztos, hogy mindenkit érdekel
vagy sok mindenkit érdekel, vagy bárkit is érdekel a véleményem, mert nekem az is elég, ha egy ember megnézi. Egyébként jut eszembe megnézés. Csajok? Hihetetlen mennyiségű ember nézte meg a januári haul videómat, amiben a... Mi van benne? A szép kártyát, mikor leoffoltuk. 1200 fölött van a megtekintés. Hihetetlen. Tehát úristen. Rengetegen megnézték. Számomra ez hihetetlen, mert szokták a hólokat nagyon nézni, de hogy ezt hányan megnézték így, néztem, hogy basszus. Rengetegen. Remélem nagyon sokan voltatok ugyanígy, mint én, hogy megkaptátok a 200 ezer forintot a szép kártyára a cégtől, és le kellett, hogy offoljátok. Nagyon remélem, hogy nagyon sokan megkapták, mert az kurva nagy segítség volt a családoknak. Most tök mindegy, hogy el tudod költeni cipőre, meg mit tudom én, vagy amire akarod, vagy elnyarolod, vagy akármit, teljesen mindegy, hogy mi megesszük, te meg elnyarolod. Teljesen mindegy, ha adhatják, akkor legyenek szívesek a céget adni, mert azért ez a magyaroknak rohadt nagy segítség. Szerintem. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezt így adták. Hopp, ez egy 70-es tábla. Nem kéne gyorshajtani, verácska, mert aztán majd jön a rendőrbácsi a sárga papírral. Oszta akkor enye-benye. Na, egyébként készen lett ez az átkötő út itt, mi felénk, és ez engem egyenesen a Rosszmanhoz visz, amit én rettenetesen élvezek. De most első gyógyszertár, ki kell váltanom a fogamzásgátló gyógyszeremet, aminek mellesleg egyre jobban emelik az árát, úgyhogy nagyon jó. Ez a... Van egy gyógyszer, amitől semmi bajom nincsen, értitek? És akkor így, mikor elkezdtem... Fú, nem tudom hány éve szedem, 10 pár. Tehát azóta, hát már több mint kétszerese lett. Mi van, Mamber, nem kell a nyugdíj? 3 centivel odébb ott van az a kurva járda, de nem baj. Na mindegy. Szóval. Ja, úgyhogy most azért megyek kiváltani, és azt mondta nekem a gyógyszerész, hogy hát irassa ki... Mit tudom én, milyen cégnek? Hát mondom, jó van anyukám, de az nem úgy megy, hogy irassam ki, hanem az úgy működik, hogy nekem el kell menni külön magán nőgyógyászhoz, és csak úgy tudom kiiratni, és nem biztos, hogy nem lesz tőle bajom, úgyhogy értitek, mi a probléma, hogy így, ha már egyszer bevált valami, én nehezen váltok, mert ez már bevált. Jó, mondjuk egy negyedéves adagról beszélünk, szóval nem az van, hogy két darab, és akkor... Jaj, de jó, meg van csinálva ez a nyüves... mi a szar? Na. Egyébként ez most itt egy garázs sor, és én ide parkolok, csak ott a bejárat elég szarul van megcsinálva. És félek, hogy leszakítom az autó alját. Na most bemegyek a gyógyszertárba, és kiváltom a kis bogyaszomat. Bementem a Rossmannba, és itt meg tudtam nézni a Garnier Olia hajfestéket, ugye? Ezt az 5-ös árnyalatot rendeltem a Douglasról, aminek a rendelését aztán sikerült töröltetnem, mert Adél szerint hamar ki fog kopni a hajamból, úgyhogy... Ilyen, közben mutatom itt, hogy ilyen sötétbarna lenne. Ami nekem baromira tetszik, csak hát később lehet, hogy fogok ilyet venni. Egyébként itt 2000 forint a Rossmannban, csak nagyon bénán tartom a telefont. És ez az a 4-es árnyalat, amit Adélra hallgatva aztán megrendeltem. Mert ebbe talán több a fekete pigment, úgyhogy valószínűleg jobb lesz, tartósabb lesz a hajban. Elég sok fajta hajfesték van, most itt szét is néztem egy kicsit a Rossmannban. A hajhabokat is meg akartam lesni, de aztán nem vettem semmi hajhabot. Van hajlakom most 2. Ja, úgyhogy inkább csak szétnéztem, megvettem egy pár dolgot, amit utána majd mutatni fogok itt nektek a videóban.
Aztán visszabandukoltam a tusfürdőkhöz, rákukkantottam pár márka termékére, tusfürdőt is választottam, meg de olyan sok ezeken a polcokon a lyuk, látjátok, hogy így megvannak a termékeknek a helyei, de valahogy, mintha ezt folyton lefosztanák, ezt a Rossmann, pedig ez egy kis Rossmann, szóval nem tudom. Aztán itt nézelődtem tusfürdő ügyileg, és találtam ezt a tök cuki mentos tusfürdő. Mennyire vag ez már? Olyan dolgokat kitalálnak, hogy így szentkirályi tusfürdő, meg mentos, tudjátok, hogy így komolyan? Ajaj. Na, aztán van itt ez a ziaja, ez nekem megvan, vagy megvolt, és ez nagyon jó illatú, és tök jó árban van egyébként, és ez nagyon sokáig elég, mert jó sűrű tusfürdő. Aztán nézelődtem a nivák közt is, és találtam is kettő olyat, aminek nagyon jó illata van, ez a Shea vajas, a másik pedig ez a kasmíres, ezek egyből landoltak is a kosárban. Nem azt mondom, hogy olcsó tusfürdő, mert nem olcsó egyébként, de annyira finom illata van, hogy így elcsábított. Úgyhogy ez a kettő jött is velem. Aztán még mentem és szétnéztem a Rossmann többi részén. Sziasztok! Végeztem a gyógyszertárban és a Rossmannban is. A gyógyszertárban az én gyógyszerem volt, amit még mellé ki akartam váltani. Az nem van. Úgyhogy azt mondta a hölgy, hogy majd februárban próbálkozzak meg megint kiváltani. Hát akkor már lesz. Nagyon jó. A Rossmannban megvettem a hajbalzsamot, a hajban maradó ápolót, megvettem a vízkőoldót, vettem fasza mosogató szivacsot, így a sikáláshoz, mert ez ilyen durvább szennyeződések és karcáló felületekhez való, ahhoz való, gondolom erősebb vagy keményebb mosogató szivacs. Tök jó áron volt a Rossmannban, 300 forint volt, sőt, el is voltam képedve. Aztán mit vettem? Még vettem két tusfürdőt magamnak, nagyon fincs illatú. 5000 valamennyit fizettem, levonattam a 10%-ot is. Megnéztem, a barna szempilla spirált akartam venni, de azt nem vettem, mert a Catrice-t akartam, de sajnos nem volt ráírva, hogy barna, vagy fekete, vagy milyen színű, meg nem nagyon tetszett a formája, a keféje ilyen kifelé hegyesedő volt, úgyhogy nem vettem. Nézegettem ezeket a barna szempilla spirálokat, bocsánat. Ja, meg megnéztem a La Rive parfümöket. Nyilván nem volt az, amit én kinéztem, hogy megnézem, hogy lenne. Mert hogy dobboknak mondják őket, és melóban ilyen elfújkálósnak jó lett volna. Hát nem lett. Na mindegy. Megnézegettem azt, ami volt, de tele vagyok parfümmel, úgyhogy inkább csak nézelődtem. És nagyon jó, szeretem így nézelődni időről időre. Megnéztem azt a hajfestéket, amit megrendeltem. Azért azt mondja, hogy ki fog fakulni a hajamból elég hamar. Mert a világosabbik árnyalatot rendeltem meg, és hát szerintem elég sötét az is, ahol a kapunyító, és meglátjuk. Egyrészt, hogy a Douglasba tördik-e a rendelésemet, mert hogy én nagy okos, megrendeltem, és utána pont kiderült, hogy barátnémnak ugyanaz a festék van használatban ezer éve, úgyhogy tud róla véleményt mondani, mert hogy 66-szor festette már a haját, és én meg már leadtam a rendelést a világosabbik barnára. Aztán írtam a Douglasnek, hogy léci, töröljétek már, mert rossz árnyalatot adtam meg, de most mindegy, most 2x6 doboz festék, ha minden igaz, felém tart éppen. Nem baj végül is, mert el tudom használni, attól függetlenül, csak ha nem muszáj, akkor nem veszek meg annyi festéket, tehát ez 15 évig elég festék. Na, úgyhogy itt van a szajré. Megmutatom nektek, most itt a kocsiba lesz egy ilyen mini hól. Van az a mosogató szivacs, ami azt írja, hogy
Eltávolítja a különösen makacs szennyeződéseket a karcolás álló felületekről. Igen, úgyhogy ezt kipróbáljuk. Ez pont jó lesz nekem tusolót sikamikálni. Vettem egy öblítőt, mert ugye az is kellett, egy kokkolinót. 1200 forint. És ennek tök jó illata van, frangipáni. Azt hiszem. Nem, tiarévirág, bocsánat, tiarévirággal. Aztán a vízkőoldót is megvettem. Ez a veldanos. Ezt, hogyha nem próbáltátok még ki, én merem ajánlani, mert 1200 forint, azt hiszem, mindjárt megnézem a blokkot. Szakadtunk, mert jön a futár, hozza a piercingjeimet. Na szóval, a Veldan 1300 forint, és marha jó, és 750 millis, úgyhogy ezt próbáljátok ki. Ez az zuhanygabintisztító, nagyon jó. Úgyhogy, és ezen kívül még vettem 2 darab tusfürdőt, Nivea, Kashmir, itt a illata van. Legalábbis ott, hogy megszagultam, nagyon jó volt. Hát 250 millis, ezt a kettőt vettem, egy Shea vajas és egy Kashmir illatút. Plusz még, amit vásároltam, nagyon fancy, ezt a hajápolót, a másiknak a párját, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Most el vagyok látva hajban maradó ápolókkal, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz. C-vitaminos, biotinos, minden van benne, lehozza a csillagokat az égről, hát majd meglátjuk. Úgyhogy ezeket vettem, és most megyek, és átveszem a futártól a piercingjeimet.